Ez egy üzemi épület, úgynevezett biztosító berendezési épület, ami Marszobány épület, Sarszai Mihály állomáson, ez kézzel készült. Ez a mellékhelység épület, az már nem létezik, lebontották. Sarszai Mihály állomás épülete, az kézzel készült. Ezek itt zsőfák, de viszont ezek itt gyomnövényből készült fák, illetve maga a kert is gyomnövényekből, illetve mohából van kialakítva. Az igazi Sárszentmihályi vasútállomás élethű kicsinyített mása itt a győri állomás várótermében. Ezúttal nem utasok töltik meg a termet, hanem mozdonyok, vasúti kocsik, sinek, igaz csak kicsiben. Rendhagyó helyszínt választottak a szervezők a látványos vasútmodell kiállításnak, mégpedig azért, hogy ne csak az állandó modellezők, de akár a nap mint nap vonatozók is becsöppenjenek egy kicsit a mini vonatok világába. Három terepasztal, három állomás, Jánosháza, Bakonybánk és Sárszentmihályi van összekötve nyílt elemi modulokkal, vagy nyílt vonali modulokkal, és hát érdekesség itten az, hogy nagyon sok olyan épületrész, olyan környezeti rész van, ami saját magunk kézzel csináltunk, tehát nem gyári alapokon készült, és hát bizonyos alkalmakkor még gyömnövényeket is felhasználunk dekorálásra. Reneszánszát éli manapság a vasútmodellezés, Európában és idehaza is egyre többen szeretnének mini szerelvényekkel vonatozni. Sokan csak azt felejtik el, hogy rengeteg munka van például egy ilyen óriás terepasztal megépítésével, nem is beszélve a százezrekben mérhető költségekről. Ennek ellenére a kiállítás szervezői azokat is szívesen látják a hétvégén, akik csak gyönyörködnének egy kicsit az apró szerelvényekben. Szombaton és vasárnap is 10-től 18 óráig látogatható a várótermi tárlat a győri állomáson. A kiállítást egyébként a nemrég elhunyt vasútmodellező Juhász Balázsnak ajánlották a szervezők, vagyis akik eljönnek, nem csak kikapcsolódnak, de a fiatalember emléke előtt is adóznak a mini vonatozással.